Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezet, 52. és 53. vers. A tanítványok nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Március 10-én, amikor kihirdették, hogy másnaptól a vészhelyzet lesz Magyarországon, a következőt olvashattuk az útmutatóban, mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Most, amikor arra készülődünk gőzerővel, hogy a templomokat újra nyissák, méltón, de mégis korlátozások között ünnepelhessük az Isten tiszteletét, most pedig örömre bíztat bennünket az Isten igéje. És a kettő közötti ige, a kettő közötti személy, aki ezt összeköti, az maga az élő ige. Maga Jézus Krisztus. Ő az, aki erőt tudott adni ezekben a napokban. Ő az, aki gondunkat tudta viselni. Ő az, aki erőt adott a tanítványoknak, hogy öröm legyen a szívükben, miután ő mennybe ment, és látták őt fölmenni, és újra a templomban hálát adjanak a mindenség Istenének. Ő az, aki ránk is gondot viselt. Gondot viselt a bőti időben, megadta a bőti időben az igazi lelki felkészülést a húsvét ünnepére. Ő az, aki megadta, hogy így is tudtunk húsvétot ünnepelni, és most készülhetünk a pünkösdi ünnepre, a lélek kitöltésére. Mert ő ennyire nem hagyott bennünket egyedül, hogy a saját lelkét adja mi nekünk. Ezért ránk is igaz kell, hogy legyen a tanítványokról leírt mondat. Nagy öröm volt a szívükbe. Igen, ez az öröm lehet a mi szívünkbe is. A sok-sok nehézség, a sok-sok probléma közepette is, hiszen van megváltunk. Hiszen az Isten nem hagyott bennünket magunkra. Adja Isten, hogy tudjunk ezután is újra és újra, nap-nap után így gondolkozni, és talán ez lehet az egyik hozadéka ennek a befelé forduló vírussal terhelt időszaknak, hogy az ember rácsodálkozhatott az Isten kegyelmére, gazdagságára, szeretetére, melyet Krisztusban kaphatunk mindannyian. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.